Megváltozott minden, egy másik életet élünk, ez most egy új korszak, csendesebb. Maradj otthon, halljuk folyamatosan, Répcelek is csendes. A városi tévé hírei néha megtörik ezt a csendet. Köszöntöm a Répce TV nézőit és követőit! Ebben az újfajta helyzetben egy újfajta műsorral jelentkezünk, amely úgy épülne fel, hogy az elején elmondjuk az aktualitásokat, az utóbbi napok híreit, eseményeit, aztán pedig a Répce TV archívuma segítségével multidézésbe fogunk, és felidézzük, hogy tavaly ilyenkor mi történt a településen, milyen rendezvények voltak, mivel foglalkoztunk mi répcelakiak. Aktuális híreink tehát először is az egészségügy területéről. Kérték és fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a répcelakon működő szakrendelések, a reumatológia és a nőgyógyászata megszokott metódusban működik most is. A reumatológiára beutalóval, a nőgyógyászatra ezt sem kell, be kell jelentkezni, a megadott telefonszámokon és a szakorvosok fogadják bármilyen panasszal érkező pácienseket. Tehát ez nem sürgősségi ellátás, normál, rendes szakorvosi ellátás, fel lehet keresni bármilyen bajjal, bármilyen gonddal, panasszal, hogyha valaki szeretné. Megkaptuk, közzétettük Facebook oldalunkon és képújságunkban is a Sárvári Rendelőintézetben működő szakrendeléseket, hogy melyik orvos rendel, melyik nem, kit ki helyettesít, és mire várhatnak, tehát mielőtt szakrendelésre indulnának, illetve kérnének beutalót, alaposan tájékozódjanak ebben a kérdésben. Gombai főorvos kérésére tettük közzé, hogy ki lehet tölteni egy koronavírussal kapcsolatos felmérő tesztet, amellyel azt tudjuk eldönteni, hogy szükség van-e koronavírus tesztre esetünkben, mennyire vagyunk veszélyeztetettek, mennyire vagyunk valószínűleg betegek. Főorvos úr nagyon szívesen segít a megadott telefonszámon, lehet őt keresni. További hírünk még, hogy az Erika virágüzlet továbbra is várja a virágot és palántát ültetni vágyókat. 3 óráig lehet az üzletet felkeresni. A multidézés keretében először egy márciusi tárlat megnyitót ajánlok figyelmükbe, a Vasi Polihisztor Marosis József kiállítását. A tárlat megnyitóra összegyűlteket Mészáros Imréné, a Nyitott Tér Kulturális Egyesület elnöke köszöntötte. A megnyitó részt vett Marosics Tamás, az elhunyt művész egyik fia is. Marosics Zoltán Barnabás, a művés másik gyermeke, levélben köszöntötte az emlékkiállítás résztvevőit. A szombathelyi egyházmegye fő építészeként munkájából adódó elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni a megnyitón. A tárlatot Lökkös József festőművész ajánlotta, aki jó kapcsolatot ápolt Marosics Józseffel. Beszédében felidézte egykori barátjának életét, művészi pályájának fontos állomásait. Elmondta, a művész eredetileg papnak készült, és ez nem múlt el nyomtalanul. Ez a fajta szemlélet, ez a szakrális keresztény szemlélet aztán végkísérte Jóskát egész életében. Későbbi műveiben is lehet látni, hogy az egyháznak rengeteget dolgozott, meg egyházi témákat választott. Marosics József 1950-ben született, művészi tehetsége már nagyon fiatalon megmutatkozott, 1959-től 64-ig a Derkovics képzőművészeti szabadiskola diákjaként, majd ottani mestere biztatására a Hild József építőipari technikum tanulójaként fejlesztette képességeit. Első önálló kiállítása katonaként Szolnokon valósult meg. Hazatérve a sorkatonai szolgálatból megházasodott, és az Édásznál állt munkába. Az első vasi tárlatát munkaadó cégének kultúrtermében rendezték meg 1972-ben. A későbbi években sok csoportos kiállítás, országos és nemzetközi tárlat részese volt. Munkáit többször jutalmazták díjakkal, különféle elismerésekkel. Több mint 500 önálló kiállítása és könyvbemutatója volt élete során. 2012 végéig 500 önálló kiállítása és könyvbemutatója volt a Jóskának különböző helyeken. Rengeteg köztéri szobrot, emlékművet, síremléket, domborművet, plaketteket itt is láthatók a tárlókban. Emlékérmeket, emléktáblákat készített.
Munkáit országszerte megtalálhatjuk köztereken, az ő alkotása például Esztergomban Liszt Ferenc szobra, és a Bányász Mártírok emlékműve Tatabányán. Nem csak szobrászként és grafikusként alkotott maradandót, remek verseket is írt. Már 1965-ben jelentek meg versei, később önálló kötetét is kiadták az Angyal hívása címmel, mely szintén látható a kiállító térben. Verseiből egy csokorral a tárlat megnyitó közönsége is hallhatott dr. Mesterházyné János a Magdolna iskolaigazgató előadásában. A megnyitón közreműködött Orsós Kata zongorán, akinek Szabó József polgármester köszönte meg azt a sok szép dallamot, amivel a tárlat megnyitók művészi színvonalát emeli oly gyakran. Az előtérben ezúttal is a művészeti iskola diákjainak munkáit láthatta a közönség tanáruk Molnárné Szabó Ernestina. Lökkös József festőművésznek Mészáros Imréné köszönte meg a személyes hangvételű kedves ajánlót, a művész fiának pedig Szórádi Enikő mondott köszönetet azért, hogy rendelkezésre bocsátották a kiállítási anyagot. A tavasz közkedvelt eseménye, a répcelaki sajt és borest idén sajnos ezt már nem tudták megrendezni, idézzük fel, hogy hogy zajlott a tavalyi. A sajt és répcelak története már több mint 100 éves. A sajt és a bor között pedig izgalmas gasztronómiai kapcsolat van, hiszen mindkét fajtát gondosan érlelik, kezelgetik, ápolják, míg végül elérik teljes nagyszerűségüket, majd harmonikusan párosítva kiváló élményt okoz közös fogyasztásuk. Ennek az ízharmóniának a tisztelete minden év márciusában az a rendezvény, melyet a Gazdakör, a Gazdabolt és a Répcelakért Egyesület közösen hívott életre, és rendez meg immár 18. alkalommal. A rendezvényen a kóstoláson kívül mindig a témához kapcsolódó érdekes előadásokat hallgathatnak a résztvevők. Most is így történt. Az összegyűlteket Dömötör Sándor, a rendezvény egykori megálmodója köszöntötte. A borról ezúttal Majtényi László, a Vas megyei közgyűlés elnöke beszélt, aki maga is boros gazda, a Somlóhegyen van egy kis szőlője. Borbíró végzettséggel is rendelkezik, a New York Egyetemen tett borbíráló vizsgát 1999-ben. 6 kötete jelent meg a megye kulturális értékeinek ápolásáról, főként gasztronómiai témában. A falvak kultúrájáért alapítványtól ezért a tevékenységért január 22-én a Magyar Kultúra napján a Magyar Kultúra lovagja címet vehette át. A répcelaki publikum hallhatta tőle a himnusz vidám verzióját, hiszen egyes kutatások szerint Kölcsey eredetileg egy kanásztánc dallamára írta meg ezt. Isten áld meg a magyart jó kedvel, bőséggel, gyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel, ma a sors, akit régen tért, hoz rá vígesztendőt, megbűnődte már enét, a múltat jövendőt. A másik előadó Kecskés Péter, a Kőröstej Kft. Ügyvezető igazgatója volt. A Vámos családi születésű szakember másodgenerációs tejipari dinasztia tagja, aki hosszú évekig a répcelaki sajtgyár csapatát erősítette. Innét került jelenlegi munkahelyére, a Kőröstejhez, ami egy nagyon fiatalnak mondható cég, 1991-ben alapította egy libanoni származású Magyarországon praktizáló orvos a nagykőrösi tejüzem megvásárlásával. A cég azóta dinamikusan fejlődik, már a 4 üzemük van Magyarországon, és körülbelül 1000 alkalmazottat foglalkoztatnak. Világszerte ismert és szeretett márkáik vannak, ezekről is hallhattunk Kecskés Pétertől. Az előadást követően ingyenes sajtkóstolásra volt lehetőség a Kőröstej termékeiből, melyet aztán az összegyűltek boraikkal öblítettek le. Tavaly ilyenkor kapta meg Kondra Katalin a Magyar Irodalmi Lap Babéria bronz fokozata kitüntetést. Ez alkalomból készült róla a most következő anyag. Egyszer volt, hol nem volt Erdély tündérországában, egy sok gyermekes családban világra jött egy kislány.
nyílt, érdeklődő lélekkel, szívében sok-sok jósággal és fénnyel, melyet nem tudott elsötétíteni a korszak, melybe érkezett és felnőtt. Nagyon nehéz volt, mert én a kemény 80-as években, tehát a diktatúra idejében voltam gyerek is, meg fiatal is, és nagyon kevés lehetőség volt a kimozdulni, egy kicsit kitekinteni a világba, teljesen el voltunk zárva mindentől. Tévében se volt semmi olyan, ami kicsit úgy ablakot nyitott volna a világra. Aztán volt egy könyvtárunk, és ezért oda jártunk. És tényleg emlékszem, nyaranta egyszer bezárt egy hónapra a könyvtár, és meg voltunk halva, hogy akkor mit fogunk csinálni. Meg azon kívül esténként nem volt áram, és lámpafénye mellett is olvastunk, tehát ez az érdekes petróleum lámpás korszak, aminek a hangulata azért úgy most már úgy jön vissza, hogy olyan kedves emlék, de szerencsére olyan fiatal voltam, aki, tehát nem fogtam fel ilyen tragikusan ezeket a dolgokat, a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy így élünk. Egészen kicsi korától a könyv, az olvasás, a versek és mesék rajzolta álomvilág adta számukra a szórakozást és a kikapcsolódást. Sose felejtem el a verseket. Amikor a nővéreim verseket tanultak, akkor, ahogy hangosan tanulták, én is megtanultam tőlük. Hát nem tudtam olvasni, úgyhogy nyilván szájról szájra ment a vers tanulás, és így szerettem meg a verseket, meg anyukám is nagyon sokat mesélt, mondókázott, amiket ő gyerekkorában hallott, meg is megtanította nekünk. Vagyis fogékonyak voltunk, megtanultuk, elég volt tőle hallani, aztán így annyira megszerettem ezeket a dolgokat, és úgy voltam vele, nem volt elég az, hogy valaki mond nekem valamit, egy szöveg mond nekem valamit, nekem is volt mondani valóm. Magyarország távoli, szinte idegen világnak tűnt a gyermek, majd a nyiladozó értelmű fiatal számára. Mi úgy hívtuk Magyarországot, hogy Kis Amerika, és voltak olyan szomszédaink, akiknek voltak kint élő rokonaik, akik nem tudom, hogy mikor jöhettek ide ki. Ilyen rokonok, akik így voltak a szomszédainknak, azok küldtek csomagokat. Tele olyan dolgokkal, amiket soha nem láttunk. Uh-huh. És kaptunk is ilyen édességeket, és gyűjtöttük szenvedélyesen ezeket a csokis papírokat. Nekünk már az nagy dolog volt, hogy ilyen papírokat gyűjtögethettünk. Sosem gondolta, hogy egyszer elhagyja szülőföldjét, és amikor eljött, azt sem szánta véglegesnek. Testvére már korábban áttelepült, az ő hívására érkezett. Én a nővéremhez jöttem segíteni a nekik volt egy kis, vagy hát most már nagylány, akkor kislány volt, és én vigyáztam rá. Nem volt segítségük. És Urajújfaluban volt egy ház, én ott éltem, és ők Ausztriából áthozták a kislányokat nyári szünetekbe, ha beteg volt. És itt ragadtam, de akkor már azért, mert 19 évesen elég reménytelennek, kilátástalannak láttam otthon a helyzetet. Nem akartam eljönni, de amikor itt voltam, akkor azt éreztem, hogy itt mégiscsak lesz lehetőségem. És ezért döntöttem úgy, hogy itt maradok. Az első magyarországi években szunnyadt a lelkében a költő, tán figyelt, tán kereste az új haza ihletését. Aztán történt valami. Prózai dolog volt, felfigyelt egy pályázati felhívásra. Ez a Répce Laki irodalmi pályázat, ha jól emlékszem, 2005-ben, de már azelőtt is volt, csak én nem tudtam róla, és hát arra nem emlékszem, hogy hol találkoztam vele, lehet, hogy a Répce Laki hírmondóba. És úgy gondoltam, hogy megpróbálom, és én úgy érzem, hogy egy nagyon kezdetleges verset küldtem, de nagyon pozitív fogadtatást kaptam, és rengeteg biztatást, főleg a könyvtárosoktól, az Évától meg az Ercsitől, de így a zsűri tagjai, akik a magyar tanárok voltak, és most is azok az iskolában, ők is biztattak, hogy írjak, és akkor valahogy szárnyakat kaptam.
És innétől fogva nem volt megállás. Jöttek a versek, a novellák, akár akarta, akár nem. De persze akarta. Egyre érettebbé vált költészete, egyre egyedibbé írói hangja. A 2000-es évek első évtizedének végére teret hódított a virtuális világ, az internet újabb ablakokat nyitott ki a lassan-lassan megmutatkozni akaró alkotó előtt. Lehetősége lett irodalmi pályázatokon való részvételre. A siker nem sokáig váratott magára. Új vizekre elvezhettem, és én úgy fogtam fel ezt az egészet. Először nem akartam elhinni, tehát most ezt nem is lehet elmondani, milyen érzés az, amikor úgy indulsz el, hogy addig az asztalfióknak írtál, és azt hitted, hogy senkit nem érdekel, meg nem elég jó, meg hogy ezek csak az én érzéseim, az én gondolataim, és nem tudok mutatni semmit, vagy adni senkinek semmit, és emlékszem, hogy a legnagyobb élmény az volt, amikor az Akkordia kiadó tehetségkutató pályázatán, hát úgy hirdették meg, hogy 25 tehetséges alkotót fognak kiválasztani. És egyszerűen hihetetlen volt, hogy benne voltam a 300 valahány pályázó közül ebben a 25-be. És akkor úgy éreztem, hogy hát akkor tényleg tehetséges vagyok. Tehát a tehetségem, hogy tehetséges vagyok, ott tapasztaltam meg először, vagy akkor kezdtem el hinni ebben. Költőnek Fűszva Balázs nevezte őt először a Répcevidék költőinek antológiája könyvbemutatóján, melyben szerepelt verse. Újságíróvá pedig a Magyar Irodalmi Lapnál vált, ahová pár éve kezdett el írni olyan témákról, melyek foglalkoztatják, melyekről szeretné elmondani érzéseit, véleményét. Álmában sem gondolta azonban, hogy ezért díjat fog kapni. 10 éve van már ez a kitüntetés, és soha nem fordult meg a fejembe, hogy én ezt megkaphatom, mert nem éreztem magam. Tehát én úgy érzem, hogy én egy kis amatőr vagyok, írogatok, és örülök, hogy elfogadják azt, amit én írok. Nem gondoltam, hogy ez ér annyit, hogy előterjesztettek a szerkesztőség előterjesztett engem, van nekik egy olyan bizottságuk, akik döntenek ezekről a díjakról, és a Magyar Irodalmi Lap babérjai kitüntetésnek a bronz fokozatát kaptam meg. Az írás nem csak egyéni élményt hozott Kati életében, hanem társaságit is. 2011-ben megalakult a településen a verskedvelők köre a városi könyvtár bábáskodásával. Nagyon szívesen adtak nekünk először egy kis kerekasztalt pár székkel ott fent az emeleten. Úgy voltam vele, hogy hát ez tényleg nagyon jó. Annyira jó tud lenni annak, akinek ez olyan otthonos ez a légkör. Tehát a könyv, a vers, annak ez tényleg fantasztikus dolog. És örültem, hogy eljöhettem, mert úgy éreztem, hogy kipihenem magam. Meg szellemileg feltöltődök. Mint minden jól működő közösség, ők is fejlődnek. Most már 8. éve, hogy működik, és egyre többen vagyunk, hogy mi adta azt az ötletet, hogy mindenki elkezdett egy kicsit költővé válni. És ez csodálatos. Tehát én azt mondom, hogy ennek az egész verskedvelők társaságának a lényege az, hogy mindenki rákapott nem csak a vers olvasásra, hanem még alkotnak is. És hihetetlen csodákat olvasunk, meg hallgatunk egymástól. Döbbenet, hogy mi mindenre képes az ember, hogyha ha magáénak tudja ezt az egészet. És még tovább is lépnének. A 2 év múlva esedékes 10 éves jubileumot közös kötettel szeretnék megünnepelni. Fölmerült az az ötlet, hogy jó lenne egy kis füzetet összehozni belőle. Hát egyelőre úgy van, hogy mi magunk, valaki közülünk összegyűjti, kéziratba rendezi, kértük az András segítségét esetleg a nyomtatásba, majd meglátjuk, meg a lefűzést valahogy megoldjuk, tehát mi magunk gondoltuk, hogy készítünk ilyet. Lelkesedéssel tölti előtt a készülő radóház is, mely a tervek szerint egy kávéház cukrászdának ad majd otthont. Nagyon szeretem az irodalmi kávéházakat, és annyira jó lenne, ha Répcel akkor is lenne valami hasonló.
Nagy álmom egy irodalmi kávéház. Vannak még tervek, vannak még álmok, és vannak lehetőségek. Katinak, és mindenki másnak. Ő megmutatta nekünk, hogy érdemes tenni értük. Megjutalmazták érte, amit csodás érzés. Szívből gratulálunk hozzá. Szintén ennek az időszaknak az eseménye volt, hogy az általános iskola csapata megnyerte a szellemi diákolimpiát, és városunkba látogatott Zsiga Gyula mesteredző. Március 23-án és 24-én Tatán rendezték meg a Dr. Mező Ferenc szellemi diákolimpia országos döntőjét, melyen a Répcelaki általános iskola csapata is részt vett. A Varga Dániel, Linter Dorka, Kis Attila, Király Krisztián alkotta csapat kategóriájában megnyerte a rangos országos versenyt, és megszerezte a Répcelaki Móra Ferenc általános iskola első diákolimpiai címét. A gyerekeket évek óta Szabó Róbert tanár úr készíti fel a versenyre. A városvezetés az önkormányzati hivatalban egy kis házi ünnepség keretében ünnepelte meg a győzteseket. Dicsőséget szereztetek a közösségnek, és mi nagyon büszkék vagyunk rátok, mondta köszöntő beszédében Szabó József polgármester. A diákok a gratuláció mellé egy kis ajándékot is kaptak. Magukkal hozták az olimpiai érmet és az elnyert vándorkupát, melynek felirata évente bővül, nem sokára rákerül 2018-2019 Móra Répcelak. Az összegyűltek kocintottak a sikerre, majd a diákok és a városvezetők elbeszélgettek a versenyről, az arra való felkészülés körülményeiről és az olimpiákról. A mozgalmas hétvégét követő hétfőn újabb izgalmas programon vehettek részt a Sportegyesület kis játékosai. Zsiga Gyula mesteredző, a Magyar Kézilabda Szövetség szakmai igazgatója tartott bemutató edzést számukra. A mesteredzői cím keveseknek adatik meg, a kézilabda sportágban a titulus 1952-es megalapítása óta mindössze 23-an érdemelték ki, köztük Zsiga Gyula, aki edzőként a Dunafenn női csapatával bajnokok ligáját, EHF kupát és európai szuperkupát is nyert, a Vasast pedig BEG döntőig vezette. Zsiga Gyula 2017. januárja óta látja el a Magyar Kézilabda Szövetség szakmai igazgatói feladatait. A Répcelaki szakosztály vezetőinek hívására örömmel jött városunkba, hogy segítse a szakmai munkát. A program egyfajta látványossággá is vált, sok a kézilabdához kötődő, a sportágat kedvelő személy jött el, hogy megnézze a neves tréner edzését. Mára annyit a nosztalgiából, reméljük, hogy önök is örömmel idézték fel azokat az időket, amikor még a rendes kerékvágásban zajlottak a dolgok. Hogy minél előbb újra így lehessen, tartsák be a szabályokat, vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra. Viszontlátásra!